Na, tedd le, Szilán. Nem megy le. Tedd le a labdát. Nem megy le. Tedd már le. Nem megy le. Na. Hazánk egyik legcsinosabb kézilabdázója Azari Fruzsina és az egyetlen magyar NBA játékos Dávid Kornél december óta alkot egy párt. Sülve-főve együtt vannak, kézilabdáznak, kosaraznak, vagy éppen egy fehérvári parkban sétálgatnak. De mi most menjünk kicsit vissza az időben, megismerkedésük hajnaláig. Amikor először ugye láttuk egymást, akkor így szerintem összevillant a tekintetünk, de akkor még egyikünk se tulajdonított ennek olyan nagy jelentőséget, aztán két hónapra rá egy rendezvényen, egy fehérvári rendezvényen összetalálkoztunk. Sportolókat hívtak meg ezzel az eseményre, és a sportolóktól kérdeztek különböző kérdéseket. És a Fruzsi volt az egyetlen olyan, aki ugye teljesen zavarban volt. Aztán végén belenevetett ő is, és már én is már nem bírtam, mert annyira őszintének tűnt, és annyira jópofa volt, ilyen spontán az egész, hogy mondom, nagyon, nagyon tetszett egyből. A szerelmesek eleinte nem akarták kapcsolatukat világgá kürtölni, aztán egyre többször jelentek meg együtt, nem törődve azzal, ki mit gondol, akár a köztük lévő korkülönbségről is. A külvilágnak egy néha furcsa, néha ugye kérdéseket tesznek föl, meg néha így előre próbálják vetíteni a jövőt, de azt gondolom, hogy mindenki úgy próbálja élni az életét, ahogy jó neki, és nekünk most ez így nagyon jó. Kapcsolatuk teljesen felhőtlen szakaszát élik. Úgy torbékolnak, mint egy gerlepár. Jó részében vagyok, igen. Nagyon jó részében. Remélem, sokáig is fog tartani ez a rész. Hát igen, ez most az, hogy ha elmegy a másik akár egy vagy két órára, már elkezd hiányozni, mert minden percet együtt akarunk tölteni. A sport természetesen nagyon fontos szerepet játszik életükben, ezért Fruzsi gondolt egyet és hetes dobó párbajra hívta ki kedvesét. Kornél pedig a kosárcsarnokba csábította a csinos szélsőt, de haladjunk szépen sorjában. Ne vár! Maxoljál, mert lehet, hogy csúszni fogok. Basszus kulacs! De te vigyázz rám, jó? Jó, oké. Szerintem van benne lehetőség, és van benne potenciál, igazán jó átlövő válhatna belőle, hogyha megtanulna dobni. Igen. Fruzsi nagyon csinos, úgyhogy nagyon zavaró volt ilyen szempontból. Na figyelj csak, most, hogy a kézzel a pályából bemutattam azt, hogy... Most, hogy lebögtél, most, hogy kikaptál. Rendkívül jó vagyok kézzel is. Igen. És kíváncsi ezek azért, mi leszel képes itt a kosárda pályán. De kíváncsi ezek, hogy... mennyire lesz jó büntetődobásban, három pontos dobásban. De mit fogunk dobásban. Csinálni amúgy? Teljesen mindegy, Fruzsi. Teljesen mindegy? Mindenbe kikapok? Az szép! Jó tanács az, hogy amikor versenyzel, akkor próbálj megnyerni. Ezt úgy utál, amikor itt átteszed. A balos! Majdnem jó. Az szép, Fruzsi. Ezt is értek. Test-test elleni kontaktus, az látszik az, hogy a bot van, tehát ez semmiképpen nem kell fejleszteni, ezt hoztam a másik sportákból. Szoros emberfogás. Élvezzük, hogy együtt vagyunk, élvezzük, hogy jól vagyunk együtt, és de természetesen együtt tervezzük a jövőt. Abszolút, én is így gondolom, hogy messze menő terveket, hogy mi lesz 10-20-30-40 év múlva, ezeket nem hiszem, hogy... Hány éves leszel?